tök jó, hogy van ilyen biciklis kocsi a vonaton, de most számoljuk meg együtt, hogy hány darab ülőhely van mindenhez, hogy tudjál vigyázni a biciklidre. Na papi, mami, előbb ugye megmutattam, hogy hány darab hely van ezen a biciklis járaton, ugye ez a régi fajta. Na most kezdődik ott, hogy mivel ilyen villány vannak, ugye ilyenek, először is, hogy nem tudtam bejutni a kocsiba, mert olyan szélesek a villáim, hogy nem tudtam betolni, és ezért így szerencsétlenkednem kellett, legalább egy ilyen 15 percig így oldalt kellett fordítani a bicikli elejét, úgy néztem ki, mint egy idióta, mert ugye, hogy ez mindenképp oda kell berakjam, ott nagyon zavar mindenkit. Na jó, ez egy dolog, oké, mutattam is, hogy hány darab hely van, ugye egy sincs, hogy leülhess, és ugye hagyd ott a biciklit, menjél egy teljesen másik kocsiba, és akkor reménykedj, hogy nem fogják ellopni, vagy bármi. Oké, nem számít. Na most van ott egy ilyen, gyorsan megtámadott az ellenőr, vagy kalauz, vagy nem tudom, hogy ezt az utolsó pillanatban nehogy hogy lecsaljam. Hát mondtam, hogy le szeretnék szállni, mondja, hogy toljam ki akkor oda. Hát mondom, nem bírom már kitolni ennyi idő alatt, mert se háttal, meg sehogy, mert mondom, így is beszorultam egy 20 perc, hogy beszerencsétlenkedtem a biciklit. Mondja, hogy van hát itt egy nagy ilyen, van egy ilyen nagy kapu, amit így ki tud nyitni. Hát mondom, az tök jó, hát mondom, akkor hagyj szálljok már itt le, hogy a direkt a bicikliseknek van. Mondom, jó, az tök király. És néz rám, jó, csak azt utána be kell zárni belülről. És így néz rám, hogy ha leszállok, akkor hogy zárjam be belülről, könyörgöm. Néz rám, na jó, akkor majd bezárom én. Nagyon kemény. Hát gondoltam, hogy ugye gyorsan kinyitom, lerakom a biciklit, körbe szaladok vissza, bezárom, és leszaladok megint körbe, vagy nem tudom, tehát fogalmam sincsen, hogy gondolta igazából. Na, de ez még semmi, mert erre kinyílik a kapu, gyerekek, és nem hiszitek el, hogy nincsen lejáró. Tehát ugye, hogyha így jártatok már vonaton, vagy mostanában, azért egy ilyen derék magasságtól indul az ajtó. Mert ugye van egy ilyen 2-3 lépcső, ami így fölvisz. Na most így a biciklis részen nincs. És hát így beletorkoltam egy ilyen szakadékban. Hát kérdezem tőle most, hogy mit csinálja? Azt mondja, hát ugorjon le. Hát mondom, hogy mi? Hát majd akkor ő valahogy leadja a biciklit. Mondom, jó. Leugrottam, leadta a biciklit nagy nehezen. Hát ne, szóval ezt ne. És ugye 500 forintot még pluszba fizetned kell, mert hogy te biciklis vagy, és amúgy is rohagy meg. Na jó, mindegy. Ennyi volt. Megérkeztem, az a lényeg. Hát ez kriminális, halljátok.